a legérdekesebb tétele egy úgynevezett sörös kutyás videó, amikor is egy... Sörös kutyás? Igen, igen. Ez a kettő, ez hogy tartozik össze? Úgyhogy egy kutyát arra idomítanak, hogy vegyen ki egy hűtőládából egy doboz sört. Ez derék. És utána azzal furcsa dolgok történnek. Ez nem értem, mennyibe kapcsolódik Sukorhoz, azt se értem, hogy a nyilászárói árajánlata 11-szer szerepel a nyomozati anyagok között. Ennek milyen jelentősége lehet? De várjad egy kicsit, ez a sörös kutyás, tehát a kutyát arra idomítják, hogy hozzon egy doboz sört a hűtőből? Egy hűtőládából két... Úgy mindjárt más, egy hűtőládából. Igen, két személy áll egymással szemben. És ez most, de mi, ez egy reklámfilm? Vagy mi? Hát egy ilyen gag, mert utána a kutya megharap egy másik embert, aki ilyetében eldobja ezt a sörös dobozt, valaki meg elkapja, ez a dolog lényege. De... És ez, tehát mint vicces felvétel? Igen. Igen, letöltötte a YouTube-ról, és ott maradt igen, a számítógépbe. Igen, e-mailbe kaptam valakit, hogy a személytöknek semmi köze egyébként az eljáráshoz. És akkor ez is a nyomozati iratnak ahogyne, ott van, megvan a regisztrációs száma, mindegyikhez van egy kísérő okirat, amit az igazságügyi informatikai szakértő készített, mikor lett felvéve, milyen egyéb számítástechnikai mutatói vannak. De várj, az informatikai szakértőt minden ilyen mellé ki is rendelt? Hát elvileg az informatikai szakértők az lett volna a dolga, hogy a nyomozás szempontjában releváns adatokat, ez úgy néz ki, hogy bizonyos kulcsszavakat megadnak, ezeket keresek ki. Keresés volt, mert nem az összes adat szerepel a nyomozati iratok között, hanem egy válogatás. Bizonyos családi fotóimat azért nem rakták be szerencsére, de vannak olyan képek, aminek semmi keresni valójuk ott a iratok között. Na, mi lehetett a keresős szó, vagy szavak, mik lehettek? Sukoró, Albert és a Pilis, a Blue. Ezeket a négy kifejezéssel. De ebbe se hűtőláda, semmi, se kutya, semmi, se sör, se de harap. A legcsúnyább, hogy hát helyenként viszont olyan anyagok, amiknek a nyomozati anyagok között kellett volna szerepelniük. Gondolok itt Orbán Viktorral való találkozóra készült felkészítő anyagok, ebből legalább kettő is volt. Ezek viszont nem kerültek be a nyomozati anyagok közé, hanem sima bűnjel lett, ami részén derogál. Orbán Viktorból is bűnjel lett? Igen, de ez szerintem derogál a miniszterelnök úrra, hogy igyekeztem a bíróságot megvédeni. Ők is megvédtek engem, mikor azt gondolták, hogy kirúgtak az MNV-től, és akkor azt mondták, hogy Császi Zsolt nem lesz bűnbak. Hát gondoltam, hogy akkor most viszonzom, és én is megvédtem a miniszterelnök urat, hogy ő se egy másodosztály bűnjel. Egyáltalán az se derült ki, legalábbis a nyomozati iratokban, hogy volt-e találkozó, vagy nem volt, mindesetre volt több ilyen anyag. Ezeket viszont nem tartott a nyomozóhatóság arra méltónak, hogy beemelje a nyomozati iratok közé, ez egy sima kis bűnjel lett. Még viszont az egy nyilázáros ajánlata, meg olyos csaptelepek árajánlata, az viszont nyomozati irat lett, tehát annak bizonyos jogi relevanciát tulajdonított a nyomozóhatóság. A gerinc röntgene az bűnjel lett? Nem, azt mondom, visszaadták, nem tudták szerteni az a testrész, és ezért visszaadták. Micsoda, hogy nem tudták mi az? Lehet, hogy nem tudták azonosítani, hogy ismeretlen dologként visszaadták. Viszont volt olyan, ami bekerült a nyomozati iratok közé, egy olyan szerződésnek egy másolata, amit én jegyeztem ellen. Aláírt a Tátori Miklós vádlottársam, meg Orbán Viktor, úgynevezett pártingatlanos szerződés volt. Ilyeneket a többi parlament párttal is kötöttünk, viszont semmi közel nem volt Sukorhoz. De ez benne van? Benne, hát én azt mondom, lehet összekeverték a 2010-es elszámoltatási anyagokat a 2014-essel, de bekerült a nyomozati anyagok közé.